Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárt Fun, és a mai videóban az alkalmazást pörgetjük ezerrel tovább. Megnézzük, hogy mi a helyzet, hiszen azért biztos, hogy van helyzet, mert menni kell előre a szagába, is egyre komolyabb csapatok ellen játszunk. A BL döntős Inter ellen fogunk belemenni itt egy küzdelembe. Mkhitaryan és Çalhanoğlu duó kártyát lehet megnyerni, de csak a három csillagra sikerül teljesíteni. Teammate Giant Double Trouble, amit használhatunk, ezt illendő lenne megjegyezni. Teammate Giant Double Trouble. Oké, várjál, van egy szűrő. Kártya típus, azt mondja Teammate Giant, és akkor itt a Double Trouble. Aha, ebből tudunk válogatni, hát ez nem túl biztató, a limitedet mindenféleképpen ki kell szedni, és egy védekező részre kattintottam bele, úgyhogy a legjobb védőinket tesszük be. Nincsen Double Trouble védő, a Giant az oké, de hogy Double Trouble se lenne, ez egészen szomorú. Gyenge lesz a csapat, ez biztos, kapusnál mondjuk az Alisson nem rossz, középpálya, ott viszont vannak Giantek, úgyhogy annyira nem lehet szomorkodni, az mondjuk korrekt, úgyhogy azokat már be is ficcentem. Marad a Declan Rice, és a támadó részen pedig egy Vinicius Junior, akivel operálhatunk. Hát vagy a Jesus Saka duó, nem túl erős, meg is nézhetjük akár a szűrőbe, hogy hát ha van egy jobb teammate vagy valami, és hát hogy ne lenne Neymar 91-jel, az azért nagyon bitang. 3713 a keret összérték, ez nagyon fontos, hogy beleférünk-e. Nem férünk bele, tehát még gyengíteni kell, mert 3700-as lehet a csapat legfeljebb, tehát nem elég, hogy ilyen szedetvedett brigáddal megyünk neki a mérkőzésnek, még ezen gyengíteni kell valahol, de már nem nagyon tudom, hogy hol. Esetleg egy olyan védőt rakhatunk be, akit nem fogunk használni, és gyenge az összértéke, úgyhogy értékösszegre rámegyek, és legyen jó gyenge az, ami nekünk most fontos. Hát ez a Kalulu, ez egészen korrekt, de az Internél ugye interes kártyákat is érdemes berakni, mert arra megy bónusz pontszám. Még egy pontot kell lefaragni, középpályán nincs valami jó interes, ami miatt nyerhetünk egy kis pontot, megnézzük, értékösszeg van bepipálva, az nagyon jó. Hát, Frattesi, Çalhanoğlu, na, 88-as lesz, és egy ponton múlott, de megvagyunk. Tehát így játszhatunk, úgyhogy nézzük akkor az Inter elleni küzdelmet, meg kell őket verni. Az Atletico ellen volt egy vereségünk, tehát veretlenül már nem tudom végig tolni, de nem szeretnék többször kikapni értelemszerűen, úgyhogy Inter elleni párharcot figyeljük, epekedve, hogy mi lesz itt. A stadionkártya ugye interes, amit beszéltünk, úgyhogy ez a kiemelten fontosak, hogy vannak most interes lapok is a csapatban, úgyhogy akár ezzel már ki is jövök. Megnézzük, hiszen 88-as lesz így a Çalhanoğlu, az nagyon jó egyébként, az jónak számít, de nem egy Mkhitaryan Time Machine ellen, persze ő hozhat Time Machine-t, ugye? Én nem, de ez mindig így szokott lenni, 1-0-ra vezet az Inter, úgyhogy az egy picit szomorú most nekünk. Na nézzük, mit csinál, merre megy, hova indul? Igen, egy támadót hozott ki, nekem védekeznem kell, és hát ő okos, mert nincsenek olyan jó védőim. Alfonso Davies a legjobb védőm, de Lautaro Martinez röhögve cselezi ki, és rúg egy hatalmas gólt, úgyhogy ezzel 2-0 a milánói csapatnak. Nézzük, hogy hogyan tovább. Remélem azt a támadóját most már békén hagyja. Kapust hoz ki, én kipróbálnám a Haalandomat, 92-es. És Stankovic az nagyon-nagyon gyenge, úgyhogy simán hoztuk. Meg is van. Oké. Okay. Ennek megint csak örülök, hogy ez így alakult, hiszen most mi irányítunk, és most már akkor én bedurrantanám a nagy fiúkat. A Kevin De Bruyne a középpályán rossz poszton hoz rá embert, nagyon számító az ellenfél, hiszen lenullázza a menő Giant kártyánkat, de a gól az gól, úgyhogy 2-2 van. Jöhet a Vinicius Junior is, szerintem 99-es értéket nem hiszem, hogy ő bármilyen szinten meg tud fogni. Így is van, 92-es a Bastonia, úgyhogy még felerősítve se, 93-as erősítéssel se tudott semmit se csinálni. Maradjunk a középpályán, hiszen itt lehetnek sikereink. Kevin De Bruyne a következő, megint csak ez most a hasa, ami legyőzi Çalhanoğlu-t, úgyhogy megvan a 4-2-es vezetés. Innentől kell okosnak lenni, hogy akkor most merre tovább, hogyan tovább.
Van egy Neymarunk 91-jel, az még szerintem egészen pozitív. Az egy jó pontszám a 91, nézzük meg, mire elég. Elég is, HRB ellen teljesen elég, ő csak 87-esre lesz erősítve. Úgyhogy ez is megvan. Szuper, jó. Oké, na nézzük akkor. Itt van a harmad gyenge védelmünk, mármint hogy azért harmad gyenge, mert nem tudom, hogy mi ott a lap. Lehet, hogy egy Momentum Lautaro. Nem, Di Marco, viszont ez így nagyon-nagyon jó. Mert simán nyertünk, és megvan a mérkőzés, most már biztosan. A csillagok száma a kérdéses, úgyhogy továbbra is védőimet hozom ki. 3 csillagért jár a bónuszkártya, azt szeretném elérni. Barella, ő egy középpályás. Nagyon nem akarja azt a támadót kihozni, nagyon-nagyon trükközik, valamire játszik, csak még magam sem tudom, hogy mire. 89-es a Stones, nézzük, kihozza a Lautaro Martinezt, és elég közel lesz a pontszám. 88, nincs plusz erősítés még ezen felül. Az komoly, egy gólt még nyerhetett volna, hogyha okosabb, és meghagyja, hogy az utolsómat hozzam ki. Nem tudhatta, így viszont ez is megvan. Tehát a saját játékosával, Matteo Darmiannal szerzett gólt az Inter ellen, egy Interessel. Így 3 csillag is kificcen, noha nagyon kemény volt a kerete, és egészen izgalmas volt az elején, hogy most hogyan jövök vissza, de megvan. Sajnos dupla az a kártya, de a dicsőség megvan a 3 csillag miatt. Bayern München a következő ellenfél, és az még izgibb lesz, hiszen maradunk 3700-nál, viszont nincsen Time Machine és Fans Favorite, tehát bármi más jöhet a keretbe. Nincsen Time Machine és Fans Favorite, tehát telepakolhatjuk limitedekkel meg, amivel akarjuk. Úgyhogy ez nekünk nagyon jó. Kártya típusnál összes kártya és a Fans Favorite-eket na, jó, hát akkor, aha, ez nem lehet fordítva, hát jó, akkor figyelünk majd, hogy ne csináljunk butaságot, akkor összes kártya típus marad. És akkor azt mondja, hogy mi kell nekünk a védekezési érték, ami nagyon fontos. Hát itt aztán Megyeritől elkezdve azt rakunk be, akit akarunk, de szerintem maradhat egyébként az Ellison, mert ő egész jó, viszont az összértéke az alacsony. A srácoknál Alfonso Davies 91-es lesz erősítve, úgyhogy szerintem ő is maradhat. Itt egy védekezési értéket csak belövünk, ja, megvan a kapus miatt, nagyon jó. Itt van-e Bayern Münchenes, egy Delikt, nem rossz amúgy. És akkor ezzel tudunk egy picit így bekkelni, hogy maradjon kártyaösszértékünk, de azért jó is legyen a csapat. Oké, kik vannak itt? Vannak a debrecenesek, azoknak eléggé alacsony az összértékük, úgyhogy ez nagyon jó. De úgy szintén itt van a lengyel limitedek is nagyon jók. Zorán, Erensit, ez nagyon-nagyon király, hogy ennyire lent van az összértéke, ez igazán hasznos lesz a csapatban, de a debrecenesek is, ahogy mondtam, nagyon-nagyon jók erre a célra. Úgyhogy Dresko, hát ez teljesen jó. Ez így nagyon-nagyon alakulóban van. Középpályán ugye ezeket a Giant-eket értelmszerűen kiveszem, mert nagyon magas az összértékük. Még egy Momentum is jobb náluk, hiszen annak 100-as az egyik értéke. Viszont továbbra is koncentrálunk, hogy hát ha valami nagyon tűz Bayern Münchenet ki tudunk hozni, aki kap ugye plusz erősítést, úgyhogy ez a csapat összerakom most... logikusnak kell lenni, és nem Szoboszlaikat, meg Dzsuzsákokat berakni, ám bár nekik ugye lent van az összértékük, úgyhogy emiatt lehet fontos, míg Joshua Kimmich kap bónuszt, Loncsár nagyon jó lehet szerintem, nagyon gyenge az összértéke, miközben nagyon erős a főpontszáma. Szoboszlai az csak flancolásból betehetjük, végül is talán be fog férni, bár nem biztos, hogy őt kellene betenni, viszont ide kéne egy valamilyen Bayern Münchenes, aki... Hú, de nincsen Bayern Münchenes kártyánk. Azt a mindenit, hogy mennyire nincsen Bayern Münchenesünk. Jó, akkor ezt elengedtem. Egyáltalán nem tudunk ilyen Bayern Münchenes trükkel operálni. A Bellinghamet rakhatnánk be. Ő talán itt a legjobb teammate, és akkor bele így talán lejjebb lesz a pontszámunk, az összpontszámunk. Vagy a Declan Rice az, aki még ennél is jobb. Így van, a Declan Rice az, aki ennél is jobb megoldás, vagy a Bernardo Silva. Hát akkor legyen így az arzenálossal, hiszen itt le kell faragni az összértékből, ez egy értelmű feladat. Itt a Harry Kane az, ami nagyon-nagyon jó lehet, én őt be is teszem, még 10 pontszámból tudunk gazdálkodni, nézzük, hogy van-e valami jó Bayern Münchenes, vagy bármi. Leroy Sané mondjuk az nem rossz egyébként, de annyira nem nagy boost, hiszen Neymar 91-es, tehát az nagyon jó. Aki nagy boost lenne, de viszont el fog szállni a pontszám, az egy jó limited, de
lehet, hogy marad így ez a keret, ezt a 10 pontszámot már nem biztos, hogy akkor ellövöm. Szerintem mondom, így is nagyon elégedett vagyok a csapattal. Szerintem ezzel meg tudjuk fogni őket. Nézzük meg. Nagyon kíváncsi vagyok, hiszen Bayern München stadionkát, és figyeltünk arra, hogy minél több Bayern Münchenes legyen a lehetőségeinkhez képest. Úgyhogy remélem, hogy ez menni fog majd, és eredményes mérkőzést 3 csillaggal fejezzük be. Na nézzük. Igen, azért csak kerültek be debrecenesek, úgyhogy ennek azért lehet örülni, meg hát azért ott van Szoboszlaink, úgyhogy akkor menjen ki a Szoboszlai 98-assal, pörögjön. Nézzük meg, Kimmich kap erősítés, de Szoboszlai Dominik érinthetetlen ebbe a küzdelemben, úgyhogy 1-0 nekünk, ez egy jó indítás, de hát vannak sokkal rosszabb játékosaink is, úgyhogy figyelni kell. Lehet, hogy egy ilyen rosszabbat, de mégis jót kihozok. 91-esre boostolt Alfonso Davis, akit kidurrantok, és sokkal jobb Müller jön cserébe, de nem is baj, hogy kiengedte ezt a time machine, hiszen akkor tudjuk, hogy már ilyen erős csatárja, nem hiszem, hogy lesz, ha csak nem ott van egy bármilyen momentum. Jó, egy-egy az állás, viszont ő jön. Kihozza a másik csatárját, most kell nagyon odafigyelnünk. 97-es lengyel limited power. És számít az a lengyel power, hiszen 2 pontszámon múlott a dolog. Egészen közel volt, de a lengyel segítség az itt volt a Rakop csapatából. Úgyhogy ez is szuper. És akkor most nagyon könnyedén védekezhetünk, hiszen nincsen támadója, ez egy óriási hibás döntés volt. Hiszen nagyon jó Matthias de Ligt 94-es, sőt 95-ösre erősíthető védőt kell kihoznia támadni, ami eszeveszett butaság, de nem tud mit csinálni, mert jó volt a taktikánk ezek szerint. Volt Rising Starja is, azért megpakolta a csapatot nagyon király Bayern München játékosokkal, ez is megvan, szuper. Nézzük, mi a helyzet. Gyerünk, azaz, na, szerintem kipukkanthatjuk a Harry-ként. 101-es pontszám, 101, csak Invincible-lel legyőzhető. Nagyon jó, nagyon, hát ez félelmetesen jó. Alfonso Davis a mi keretünkben is van, úgyhogy barátként üdvözöljük, hello fiú. Na nézzük, merre tovább, szerintem a Debrecenest egészen nyugodtan kihozhatjuk, 93-as pontszám jónak kell lennie. Jó is, azért ezek elég jó lapok. Nem kellett húzottan izgulni emiatt se. Oké, nézzünk akkor egy védőt, hiszen még mindig nincsen támadója, és az Alisson kapusa szerintem, ha azt a középpályást tud támadni, de ez egy védő, akkor is megoldotta volna. Nem volt erre szükség, nem is baj. Nagyon jól állunk jelenleg. Jó, már csak teammétjeink vannak, nem árt vigyázni, úgyhogy inkább a legerősebbet ereztem ki, a Haalandot. Hát középpályást hoz, úgyhogy ez megint csak egy ilyen nagyon könnyű menet volt. Nem posztra jót hozott, úgyhogy ez így nagyon király, főleg azért király, mert akkor hozok egy középpályást, hiszen nincsen középpályása, úgyhogy taktikából nyerjük meg 3 csillagra ezt a mérkőzést. Zommer van itt még, nyárról itt maradt Zommer ugye, az átigazolások, azok még ugye a nyári helyzet közepét mutatják. De hát ez van. Viszont egy 91-es Neymarral zárjuk le a meccset, és erre se tud mit reagálni, Ambari egészen közel volt pontszámra, de így is kevésnek bizonyult, amit tudott a gép a Bayern Münchennel, úgyhogy nagyon király volt ez a mérkőzés, hiszen mind a kettőn 3 csillaggal tudtunk gazdagodni, úgyhogy ez nagyon jó volt így. Menetelünk tovább, 19-es szint a Paris Saint-Germain ellen, és utána a Liverpool Szoboszlai otthonába látogatunk, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hozzá Szoboszlai kártyát majd, de bárcsak limitedet tudna hozni a fiú, vagy ugye a Star Signingsból, úgyhogy az majd egy izgi kör lesz. Megnézzük ott is, hogy milyen csapat ellen megyünk, az biztos, hogy most már lassan a vége fele járunk, majd itt lesznek ilyen Panini All-Star csapatok, úgyhogy kíváncsi vagyok, viszont emelkedik a kártya összeg majd a következő meccs, úgyhogy megijed egy jó kis kártya összerakás, egy csapat összerakásra lehet majd számítani. Köszi, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is jók lehetek, sziasztok!